Köszöntöm Önöket az Együtt magazinban. Tartsanak velünk! Egy 6 évesnek, amikor az óvodából bekerül az iskolába, óriási változást jelent. Miben tudunk neki segíteni? Miben látjuk, hogy a gyermek iskola érette, és megvannak-e azok a készségei, amelyek később majd sikerélményhez juttatják? Erről beszélget Kovács Szilvia szakértőnkkel, Dorotovics Milénával. Az intézmény honnan láthatja az óvodapedagógus például, miből gondolhatja, hogy iskola érett a gyermek, és mi az, ami mondjuk figyelemfelhívó, és azt mondja, hogy inkább maradjon. Gondolom, hogy azért az óvodapedagógusok tanácsot adnak a szülőknek ez ügyben. Természetesen, tehát itt a legtöbbet azért a szülő és az óvodapedagógus látja a gyermeket és ismeri a gyermeket, tehát nagyon fontos az ő véleményük, de van olyan, amikor kikérik szakemberek tanácsát, mind az állami, mind a nem állami szférában van lehetősége a szülőnek iskola érettségi vizsgálatot kérni. Itt ez több területen több szakember megnézi a gyermeket. Egyrészt megnézi egy mozgásterapeuta, mozgásfejlesztő szakember, hogy mennyire összerendezett a mozgása, mozgás koordinációja, az alapvető mozgás mintái megvannak-e, illetve az idegrendszeri érettségét nézi. A gyógypedagógus megnézi, hogy az olvasás, írás és matematika tanulás elsajátításához szükséges részképességek hogyan fejlődnek neki. A pszichológus pedig megnézi az intellektusát, tehát a kognitív képességeit, emlékezet, figyelem és a többieket, illetve megnézi, hogy az érzelmi akarat élete milyen érettséget mutat. És akkor ezek együttesen tudják meghatározni azt, hogy a gyermek mennyire iskola érett. Most vegyük például azt, hogy érzelmileg még éretlen, hogy még fantázia világban él. Az ilyen gyermekben még nem alakult ki egy szabálykövetési vágy, tehát ő még a játék birodalmában van, és nincs is igénye arra, hogy ő teljesítményt érjen el. Nem alakul még ki a feladat tudata. Tehát az ilyen gyermeket elég nehéz berakni iskolába, mert nem lesz egy belső motiváció, nincs még igénye arra, hogy számokat írjon. Tehát amikor már egy 5-6 éves elkezdi próbálgatni a számírást, meg a betűírást, akkor látszik, hogy már kezd egy igénye lenni arra, hogy ő érett és iskolába szeretne menni. De ugyanez például a finom motorika, a grafomotoros készség, a rajzolás. Ha az még nem olyan érett, akkor nyilván az írás tanulás az nehezített lesz neki. Vagy ha a figyelem, koncentráció kicsit csökkent, vagy nem tud még annyi olyan intenzitással, olyan intervallumban figyelni, akkor nyilván az nem csak a tanulás során okozhat problémát, de viselkedésbeli problémákat is okozhat, magatartás problémát. A leggyakrabban azt látjuk, hogy ha kognitíve, tehát intellektuálisan egy gyermek kész és képes lenne a tanulmányokhoz megfelelően alkalmazkodni, az elvárásokhoz, van, hogy még érzelmileg éretlen, hogy még az önszabályozása az még csökkent. Tehát nem tudja még úgy kontrollálni a saját viselkedését, a saját érzelmeit, ami lehetővé tenni neki azt, hogy akár a barátkozás, a kommunikáció a kortársakkal az olyan sikeresen menjen, hogy ő ott jól érezze magát. Tehát hogyha a szülők szokták kérdezni, hogy mikor teszünk jót, hogyha marad még, vagy ha megy, mindig azt mondom, hogyha marad egy gyerek még egy évet óvodába, akkor olyan nincs, hogy unatkozik, és olyan sincs, hogy visszafejlődik. Tehát, hogy ilyenek nincsenek. Olyankor még kap egy évet arra, hogy az érzelmei érjenek, hogy szociálisan fejlődjön, a beszéde, a kommunikációja fejlődjön, a feladattudata, a szabálykövetése, a tájékozódása, értelmez térbe, időbe, a saját testén. Tehát, hogy úgy kollektíve érjen még egy kicsit. Mi van a másik esetben, igen, hogyha mondjuk elmegy a gyerek iskolába, és hát az első hetekben, hónapokban esetleg kiderül, hogy nem feltétlen volt iskola érett. Akkor lehet ebből neki hátránya később, vagy esetleg vezethet-e ezt tanulási nehézségekhez? Igen, az egyik az, amikor belső konfliktust okoz neki, tehát ő még nem érett rá arra, nincs belső motivációja a tanulásra, és akkor ilyenkor a teljesítmény kényszer, illetve látja, hogy nem tud az elvárásoknak megfelelni, ez nyilván szorongást tud benne kelteni. A másik az, amikor meg külső konfliktusok jönnek létre, tehát akár a kortársakkal viselkedésbeli probléma, konfliktusok, mert még szociálisan nem érett rá. Ez lehet akár egy beszédértési probléma, vagy egy hallás utáni differenciálási gyengeség is. Nem értem, hogy mit akar mondani a másik, nem tudom magamat úgy kifejezni. Tehát nem mindig érzelmi okai lehetnek, sok oka lehet annak, hogy a gyerkőc nem tud mondjuk a kortársaival még, nem tudja a kezdeményezést elfogadni, vagy ő nem tud még kezdeményezni. És akkor hát ezek így együttesen nehezítik az ő iskolai hatékonyságát. Egyébként mi a tapasztalat, hogy mennyire szokták így eltalálni a szülők és az óvodapedagógusok, hogy most érett vagy nem?
Általában nagyon jó szemmel, látják a szülők is és az óvodapedagógusok is, hogy mikor érett egy gyermek az iskola kezdésre, tehát jól látják. Van sokszor olyan, hogy ez a csalóka, tehát, hogy okos, ügyes, meg tud csinálni mindent, ami ugye az iskolához kell, de mégis ez az érzelmi éretlenség, ez az önszabályozás gyengesége, ez van olyan erős, mint az intellektuális képesség, én azt mondom, mert fontos az, hogy jól érezze magát, hogy ő neki legyen oda kedve menni, és hogy ő büszke lehessen, és sikerei legyenek ott, mert ez viszi tovább őt előre. Az előbb beszéltünk arról, hogy ez most már egyre jobban elterjed, és most már egyre inkább nem ciki, úgymond a szülők körében marasztalni a gyermeket. Ugye régebben azért még volt olyan, én emlékszem az én gyermekeim óvodás korára, hogyha valakit marasztaltak, akkor az egy kicsit olyan nem jó érzést váltott ki a szülőben, mert ugye akkor még az óvoda a pedagógus mondta, hogy maradni kéne. Most már ugye, hogy választhatnak, most azt látom, hogy egyre többen választják biztosan, hogy látod, hogy mennyire, milyen az arány? Igen, ez megváltozott, ez a tendencia, ez a régen szalajtottam, te is szalajtottál? Így hívtuk. Igen, inkább szeretnének a szülők még egy évet adni a gyermeknek. Nyilván az elvárások meg az iskolának a tananyaga is más, mint a mi időnkben volt, illetve nem is a tananyag, hanem inkább az iram, ahogy ezt a tananyagot vesszük, úgyhogy nem gond ez, hogy ez így alakult. Én úgy látom, ahogy néztem az oktatási hivatal honlapján, hogy az esetek túlnyomó többségében meg is adja az oktatási hivatal ezt a kérelmet a szülőnek, tehát hogy maradhatnak a gyermekek az óviba. De nyugtassunk meg mindenkit, hogy nem lesz hátrányuk ebből, hogyha mondjuk most még egy év elmarad. Nem lesz hátrányuk. Nem. A szülő tud-e otthon valamit tenni, vagy kell-e valamit otthon tenni? Mert azért én már láttam olyat, hogy annyira szerette volna, hogyha iskolában menne a gyermeke, akkor mondjuk otthon neki kell fejleszteni, és lehet, hogy valaki ezt egy kicsit olyan, hogy mondjam, tudatosan csinálja, hogy már pedig azért is be kell kerülni az iskolába, hogyha így gondolja a szülő. De hogy egyébként tudunk-e tenni ezért, hogy jó, akkor most egy kicsit matek feladatokat, ilyen kis előkészítő füzeteket, vagy hagyjuk, hogy ahogy fejlődik, úgy fejlődik? Hát jobb ez a hagyjuk, ahogy fejlődik. Nyilván segítjük a gyermeket, de nekünk szülőként nem ez a dolgunk. Hogyha ő neki bizonyos részképességei gyengébbek, és annyival gyengébbek, hogy a következő tanévig magától, illetve az saját érésétől, fejlődésétől, sem hozza be. Tehát szakemberre van szükség, hogy vannak ilyen iskola felkészítő foglalkozások, szakemberre van szükség, az a szakemberre kell bízni. A szülő sose legyen fejlesztő, sose legyen tanár, a szülő az legyen szülő, a szülőnek játszani kell a gyerekkel, és örülni a sikereinek, amit máshol ér el. Tehát, hogy nem kell belenyúlni ebbe. Igen, sajnos vannak sokan, akik belenyúlnak, és hogy csináljuk gyorsan, és minél hamarabb, de a szülőnek nem ez a dolga. Tehát a szülőnek az a dolga, hogy szeresse a gyerekét, bízzon benne, és támogassa őt, és a többi az majd érik magától, illetve a külső segítségkel, akkor azt a szakemberek azt megoldják. Akkor ez egy jó zárszó volt. Ne siettessük, kedves szülők, az iskola érettséget, mert eljön magától. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A Váci Mihály Technikum és Szakképző Iskola immár fél évszázada van jelen a régió szakképzésében. Két ágazatban folyik itt a képzés, gépészet és járműipar. A Váci Mihály Technikum és Szakképző Iskola fél évszázada van jelen a város és a régió szakképzésében. Jelenleg két ágazatban folyik a képzés, gépészet és járműiparral kapcsolatos szakmák oktatása zajlik 3 éves szakképző és 5 éves technikumi formában. A gépészet területén gépésztechnikus szakmát választhatnak, akik érettségit is szeretnének és szakmát is szeretnének szerezni. A 3 éves képzések területén gépi forgácsoló, gépi és CNC forgácsoló szakmában indítunk majd képzést, szerszámkészítő, valamint hegesztő, illetve van egy újdonság is, egy 4 éves képzésünk a CNC programozó, amit a következő tanévben először szeretnénk elindítani. A járműiparhoz kapcsolódó képzéseink a technikumban, ez egy viszonylag új elnevezés, a gépjármű mechatronikai technikus, 5 éves képzés. Ne jegye meg senki tőle, ez a régi autószerelő és autótechnikus szakmát takarja. A 3 éves képzéseink hagyományosan a karosszéria lakatos és a járműfényező szakma, ezek régebb óta vannak már az intézményünkben, és van egy új 3 éves képzésünk, a gépjármű mechatronikus.
Ez a régi autószerelő 5 éves szakmának a lehet úgy mondani a kistestvére, a 3 éves képzése. Ezt is a következő tanévtől szeretnénk elindítani. Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a gazdálkodó szervezetekkel. Kis és közepes vállalkozásoknál is vannak kint tanulóink, illetve szerencsére itt a környékbeli nagy multicégeknél is vannak tanulók induális képzésben. Mihelyt a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek külső helyszínen legyenek gyakorlaton, nálunk az összes tanuló gazdálkodó szervezeteknél tölti a szakmai gyakorlatát. Az alapozás bent a tanműhelyekben, az iskolai tanműhelyekben zajlik, utána pedig a tanulók kikerülnek a cégekhez, és a legmodernebb körülmények között sajátíthatják el a szakma gyakorlati rejtelmeit. Egyik héten bent vannak a tanulók elméleten az iskolában, a másik héten pedig kint tartózkodnak a cégeknél gyakorlaton. Az iskola duális képzésben biztosítja diákjainak a gyakorlati oktatást. Az egyik fehérvári 800 főt foglalkoztató nagyvállalatnál számos lehetőséget biztosítanak, a gyakorlattól kezdve a versenyfelkészítésen át. Emellett a termelés egyedi és sorozatgyártás, valamint a karbantartás rejtelmeibe csöppenhetnek, kipróbálhatják a különböző műszakokat és a dán munkakultúrába szocializálódhatnak. Kipróbálhatják a karbantartáson a szerszám készítő tanulóink a szerszámok karbantartását, javítását, összeszerelését, szétszedését, kipróbálhatják a technikusaink, a gépgyártás technológiai technikusaink vannak a 4-es gyárunkban, ahol igazán nagy CNC forgácsoló gépeken dolgoznak, tanulják meg a gépek kezelését, a programírást, a korrekciózást. És lehetnek még gépi forgácsoló tanulóink kis számban, ők is inkább a 4-es gyárunkban szoktak gépi forgácsolóként ténykedni. A 3 éves képzések esetén 2 évet vannak nálunk, plusz a nyári szakmai gyakorlatok 9. után és 10. után, és mondjuk egy gépi forgácsolónál iskolák és megyék is beleszólnak a képzésbe, van, ahol heti 2 napot vannak a gyerekek, van, ahol heti 2 és 3 napot, mert 2 hetes képzésekben vannak iskolák, ahol heti 5 napot, másik 5 napot meg az iskolában, ez mindig teljesen iskolától és helyi programtól is függ. Mennyire jelentik egyébként ők az utánpótlás, mennyire van lehetőségük a későbbiekben itt maradni? Hát a nagyon ügyes, nagyon aranyos, nagyon jó tanuló, szorgalmas gyerekeket mindig igyekszünk fölvenni utána saját munkaerőnek. A tavalyi évben is 2-3 tanulót tudtunk fölvenni Tatabányán, itt Fehérváron sajnos nem, de előző évben nagyon jó volt, több mint 50% a mi általunk tanított gyerekeknek nálunk maradt dolgozni. Dominik szerszám és készülékgyártónak tanul. Ahogy az iskolában, úgy a vállalatnál is nagyon jól érzi magát. Szétszereli, megtisztítja és a sérült anyagokat cseréli, ha szükséges. Iskolában meg vagyok elégedve teljes mértékig, ugye most bejött a távoktatás. Gyakorlati hely, szerintem egy nagyon korrekt jó hely. Nagyon sok jó új dolgokat lehet tanulni. Jó fejek az oktatók, kedvesek, és tényleg szakmabeliek, szóval elég jó szakma, jó oktatókkal. 17 éves leszek márciusban, én is gyáron voltam dolgozni, több helyen is, itt picit belecsöppentem úgymond a felnőtt életbe. Nem vészes, tűrhető, ki lehet bírni, az ember, hogyha akarja, akkor meg tudja csinálni. Azok a fiatalok, akik a Vácit választják, biztosak lehetnek abban, hogy el tudnak helyezkedni a környékbeli cégeknél, hiszen az intézmény olyan szakmákat biztosít, melyekre erős a munkaerőpiaci kereslet. A Jáki József technikumot a II. Világháború romjain építették a diákok és a szüleik. Elsősorban az építőipar merít innen munkaerőt, hiszen lehet itt tanulni magasépítést és útépítést is. Emellett képeznek földmérőket is. Útépítés, magasépítés, földmérés, informatika, rendészet, ezek a legfontosabb szakágak, melyeket a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáki József technikumában lehet tanulni. Az iskola igazgatójával, Oroszné Stefánkó Évával beszélgettünk. Az iskola éppen 70 éves, és útépítő technikumként kezdte meg a működését. A II. Világháború után úgy épült föl az iskola, hogy már folyt a tanítás, amikor a romokat még takarították el a diákok és a szüleik. Hétvégente ők építették a saját kezükkel az iskolát, és aztán folyamatosan bővült. A útépítés mellé ezután a magasépítés is betársult, és el lehet mondani,
hogy a mai szerkezetünkben, hogy nálunk egyszerre lehet útépítést, magasépítést, illetve földmérést tanulni, országosan egyedülálló, hiszen az építőiparban ez a három terület nagyon szorosan összekapcsolódik, és sehol máshol nincs erre lehetőség, hogy ezt így szorosan egymás mellett taníthassák, illetve tanulhassák a diákok. Az utóbbi időben az informatika és a rendészet ágazat csatlakozott ehhez, és azt mondhatom, hogy nagyon gyorsan, nagyon népszerűek lettek ezek a képzések. Például a rendészet ágazaton ötszörös túljelentkezés volt tavaly. Menjünk végig szépen sorban az egyes képzési ágazatokon. Az első, amire tehát szó szerint is épült az iskola, az építőipari ágazat. Az építőipar ágazatban két szakmát is tudunk ajánlani. Az egyik a magasépítőtechnikus, ők ugye a házak építésével, épületek szerkezetével foglalkoznak. A másik pedig az útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus, a nevéből adódóan ugye ők az útépítéssel, útcsomópontok készítésével foglalkoznak, illetve a vasúttal is szoros a kapcsolatunk. A vasútépítést is megtanulják, vasútépítésnek a rejtelmeit is. Az építéshez kapcsolódik, de hivatalosan a mezőgazdasági ágazat része a földmérő képzés, ami nagyon divatos, manapság előszeretettel választott szakmát ad. Átalakulóban van az építőipar. Eddig a magasépítő technikusok is ki tudták jelölni az épületeknek az alaprajzát, az útépítő technikusok is nagyon sokat foglalkoztak ezzel, de mondhatjuk azt, hogy most már a nagyobb épületeknél kifejezetten földmérőket kérnek, és akkor ez egy nagyon jó irány a számukra, de ezen kívül földhivatalokban is el tudnak helyezkedni, és hát nagyon vonzó a technika, amivel dolgoznak. Most már nem arról van szó, hogy mennek a teodolittal, és akkor ott mérnek, hanem nagyon komoly GPS-es műszereik vannak, drónnal végzik a felméréseket, számítógépen állítják össze a térképeket. Ez egy erre hajlamos diáknál komoly vonzóerőt is jelenthet, hiszen tényleg a modern technika tudja vonzani, különösen a fiúkat. Persze nem csak a fiúkat. Az iskolába egyre több lány jár, őket is egyre jobban érdekli az informatika. Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusokat képzünk. Hát ők különböző programnyelveket tanulnak meg, angolul is komoly képzést kapnak, és szétszedni is tudják majd a gépeket, ők nagyon sokféle helyen tudnak elhelyezkedni, tehát őket nagyon várják a képzés után, mindenféle helyen, az iparban, a saját vállalkozást is nyitva, tehát ők keresettek tovább tanulásra, és nagyon sok lehetőségük van. Az építés és az informatika mellett fizikai jellegű oktatás is választható a JÁKI-ban. A rendészeti technikusok igen komoly képzésben részesülnek. Olyan irányzatot választottunk, ahol sokkal több az alaki kiképzés, lőgyakorlataik vannak, tehát kifejezetten a rendőrségi munkára képzünk gyerekeket, de utána választhatják a katonai pályát is. És nálunk, a mi iskolánkban a legtöbb lány ide jelentkezik, érdekes módon, nagyon szeretik, de hát fiúk is sokan vannak, és abban különbözik ez a képzésünk a többitől, hogy 6 éves képzés, ugyanis nyelvi előkészítő évfolyammal indítjuk. Angol nyelvből heti 18 órát tanulnak az első évben, mellé pedig vannak informatika órák, készségfejlesztő órák és testnevelés. Mindezen szakmákat rutinos szakoktatóktól lehet megtanulni a JÁKI-ban, olyanoktól, akik a való világból hozzák el a tudásukat a diákok számára. Az oktatói testületnek az a jellegzetessége, hogy nincs elzárva a valódi munkától, tehát ők építészmérnökként, építőmérnökként a szakmájukban továbbra is dolgoznak mellette, úgyhogy a legeslegújabb technológiákat, a legeslegújabb műszereket be tudják mutatni a gyerekeknek, és ez szerintem nagyon nagy dolog, hogy az iskolapadban nem egy poros tudást szereznek nálunk, hanem tényleg napra kész tudást, amivel azonnal munkába tudnak állni, hogyha úgy döntenek. A szakképzésben rendkívül fontos a duális képzés, azaz, hogy az iskolai tanulás mellett valós cégeknél is legyen lehetőség gyakorlatot végezni. A JÁKI-nak közel 100 partnere van az építőipar területén. Az iskola folyamatos megújulásban van, és a sok diák miatt az igazgatónő annak örülne a legjobban, ha fizikailag is tudnának terjeszkedni. A legutóbbi projekt egy 15 millió forintos helyiség, a digitális földmérőterem kialakítása volt. 24 diákot tudunk beültetni ebbe a terembe, plusz egy tanári gép lesz, és hát rendkívül büszkék vagyunk rá, mert ezzel megoldjuk az ő igazán komoly képzésüket, és azokat a szoftvereket tudjuk majd ide föltelepíteni, amit igazán élőben a legkomolyabb helyeken használnak.
Nem csoda, hogy a cégek élénken érdeklődnek a Jákiban végzett diákok iránt, ugyanakkor a továbbtanulás is nyitva áll előttük. Az iskola képzéseiről minden részletes információ megtalálható a Jáki Technikum honlapján, ahol az egyes szakmákat bemutató videókat is találnak az érdeklődők. A hallás nagyon fontos a mindennapi életünk során. A legtöbb épphalású ember bele sem gondol, hogy milyennek a jelentősége. Erről lesz szó most a következő riportban. Az Ambrózia Egészségközpont szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. Optometrista, pszichológus, pszichiáter, neurológusok, természetgyógyász és fülorgégész is várja itt szép, nyugalmat sugárzó környezetben a pácienseket. A centrum fő profilja a hallókészülékek forgalmazása, de optika is működik a piactéren található rendelőben. Azok, akik bármilyen hallás problémával küzdenek, ingyenes vizsgálaton vehetnek részt. A magyar lakosság 10%-a küzd valamilyen hallás problémával. Sokan kellemetlennek tartják, akár palástolják is, ha nem jól értik a beszédet, pedig ha valaki aláveti magát az egyszerű és alapos vizsgálatnak, könnyen orvosolható a halláscsökkenés, ami a mindennapokban nagy segítséget jelenthet. A hallókészülékek megvásárlását a társadalombiztosító is támogatja. Az utóbbi időben egyre többen veszik észre, hogy a hallásuk romlott. A maszk viselése sajnos a szájról olvasás lehetőséget veszítettük el, azzal, hogy a maszkokat most ebben az időszakban viseljük. A különböző életkorokban jelentkező hallásvesztességek is különbözőek lehetnek. Rendszerint az időskori hallás problémával foglalkozunk. Tekintettel arra, hogy az időskori hallásveszteségek esetében lassan és fokozatosan alakul ki a hallásveszteség, elsősorban a környezet számára válik észrevehetővé, hogy romlott a hallás. Az idős ember nem szívesen vesz részt a beszélgetésekben, kicsikét elhúzódik, picikét a saját világában él, és nem kapcsolódik bele a családi beszélgetésekbe. Több páciensemmel találkoztam egy hónappal az ellátás után, vagy akár fél évvel. Egészen másképp jönnek be a páciensek, akiket elláttunk hallókészülékkel. Van támogatás, a támogatás mértéke hallókészülékenként változik, de természetesen nem teljes a támogatás. A közgyógyellátás terhére történhet ellátás, amikor ingyenes a páciensek számára. A vizsgálatot követően, amennyiben szükségessé válik a hallókészülék, a páciensnek lehetősége van először kipróbálni azt, majd a tapasztalatok tükrében kaphat a beteg végleges készüléket. A választék igen széles, a technika fejlődésének köszönhetően akár Bluetooth-os változatban is kapható a segédeszköz. Általában olyan tapasztalatokat szereznek az ügyfelek a mindennapi kommunikációjukban, hogy hallják a beszédet, de nem értik jól, illetve vissza kell kérdezniük több esetben. Ez a tapasztalat akkor erősödik, amikor mondjuk többen beszélnek egyszerre a környezetükben, vagy zajos környezetben vannak, hiszen ott fokozottan jelentkeznek ezek a problémák. Ilyenkor szoktak általában bejelentkezni hallásvizsgálatra. Meg kell lenni egy csökkenési szintnek, amikor már javasolt a hallókészülék viselése, de általában, amikor ezeket tapasztalták, hogy visszakérdeznek, a család jelzi gyakran a problémát, akkor már szinte minden esetben javasolt a készülék viselése. Az a jó itt nálunk, hogy több gyártó készülékei közül van lehetőség választásra, illetve a kipróbált valaki egy készüléket, és netán nem hozta neki azt a tapasztalatot, vagy azt a pozitív tapasztalatot, amit elvárt volna a készüléktől, akkor van lehetőség más gyártókészülékét is kipróbálni. Többféle készülékforma létezik, a hallás állapot is befolyásolja, hogy szakmailag melyik a javasoltabb készülék, de vannak fülmögötti, illetve hallójárati készülékeink is. A technika fejlődésével megjelentek a Bluetooth-szal összekapcsolható készülékek, és ilyenkor akár a tévét közvetlenül az ügyfél a készülékében hallhatja, illetve a telefonnal is összepárosíthatóak ezek a készülékek, és akkor a telefonhívást, a telefonbeszélgetést közvetlenül a fülében a hallókészüléken keresztül tudják hallani. Minden korosztály tud érinteni a probléma, nagy mértékben befolyásolja például azt, hogy valaki milyen zajos környezetben dolgozik, vagy éli a mindennapjait. Korábban az időskori csökkenést azt a 70 éves, illetve a 60 éves korosztályra diagnosztizálták, most már az 50-es korosztályon is ezek a hallás állapotok tapasztalhatóak.
Az Ambrózia Egészségközpontban a nagyot hallók számára fejlesztett hallás és életminőség javító eszközök, illetve ezekre fordítható utalványok széles választéka megtalálható. Érdemes idejében szakemberhez fordulni segítségért, mert a jó hallás élmény elengedhetetlen a mindennapokban. Köszönjük a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is!